Nekem az apai nagyszüleim menekültek onnan el. Honnan? Sepsiszentgyörgy, Erdély. Megérkeztek a románok, de nem katonák, hanem civilek, csak rájuk volt kötve a nemzeti zászló elől hátul, és csak egyel foglalkoztak, megölni az embereket, akik magyarok. Késsel mentek és öldöstek. Na most ennek az eredménye az lett, hogy a vasutasok külön vonatot indítottak a menekülő magyaroknak, már aki ugye ráfért. Most szegény kis nagyanyám, egy kimondottan alacsony termetű kis néni volt, 4 gyerekkel, a 4. pólyás volt. Kaptak ott bent egy helyet, de hát leülni persze nem lehetett. És a kicsi baba ott kapott tüdőgyulladást, és nem volt gyógyszer, szóval ő az ott meghalt. Egy nagyanyámat nem ismertem, egy nagyapámat ismertem, és kész. Tehát nekem nem nagyon meséltek, és mire már anyám meg apám tudott volna mesélni, ők is meghaltak. Maradt egy mellény, ami azóta tönkre ment, ami a nagymama mellénye volt, ez a ködmön. Ez a bőrből volt, és prémmel volt kibélelve. Na most ezt próbáltam úgy megörökíteni, hogy a belseje egy szomorú, tájképszerű legyen. Ez a nagyapám, aki erdélyi volt, akit ismertem, egyetlen nagyszülőt, gyönyörűen faragott, és ilyen nagy bajusza volt, és mikor elköszöntünk, akkor mindig egy ilyen kis lányka voltam, és mindig mondta, hogy Rozsi baba puszi lesz, nem mert szúr a bajusz, és ha faragok neked valamit. Hát akkor mondom, akkor talán is. Akkor elmentünk az ő raktárába, egy kis raktárszoba volt kicsi, mert hát itt most már nem volt nagy, és föl volt függesztve a plafonra különböző fadarabkák. És azt kérdezte, hogy mit akarsz, kanalat faragjak neked, vagy sótartót. Hát választhattam. Egyszer kanalat kértem, és akkor így fölnyúlt, megfogta. Na, ebbe benne van, azt mondja. És leemelte föntről. És elkezdte faragni. Hát én nem mozdultam el, egy lépést el nem mentem mellőle. Úgy figyeltem, hogy mit csinál. És főiskolás koromban, amikor Michelangelo-ról tanultunk, akkor azt hittem, nem hallok jól, hogy megkérdezték tőle, hogy miért nem az egész szobrot faragja ki egyszerre, vagyis hát ott annak a beugró részeket, meg miért kezdi pont a itt tudom, feje nyakánál. Hát azt mondja, abban a kőben benne van. Amit ő akart, abban benne van. Na most vannak emberek, akik érzik egy kőről, vagy akár egy fadarabról, hogy mit lehet belőle kihozni, hogy mi van benne, ahogy ő mondta, mert szebben hangzik, hogy mi van benne. Édesapám postafőtiszt volt. De hát többet volt katona szegényként, mint nem, és ő meg erdélyi menekült volt. Úgyhogy nálunk a család tele volt ilyen tragikus részekkel, akkor testvére halt meg útközben, kettő is. Nagyon nehéz gyerekkora volt, és aztán végre boldog lett ebbe a házasságba, szép otthonuk volt, szép házunk volt. És hát én abban borzasztó jól éreztem magam, és hát nagyon apás voltam. Az édesanyámat és az otthonunkat 45-ben elpusztította egy orosz repülő. Egy ilyen láncolt bombát kapott az a kis körmendi ház. Nem azt akarták, gondolom, hanem a vasútállomást, ami közel volt, meg a kaszárnyát. Én 8-9 éves voltam akkoriban, és olyan hirtelen jött, nem volt légiriadó, mint később, meg előtte is mindig légiriadó volt, és akkor tudtuk, hogy menekülni kell. Nem volt menekvés. Én kint játszottam az udvaron,
És édesanyám, hát hányszor, hát a tízszer nem mondta, hogy gyere be uzsonnázni, csak nem mentem, mert kerestem valamit a fűbe. És a testvéremet etette, aki egy kicsi, két és fél éves kisbaba volt, és hogy bementem a lépcsőn az előszobába, és rátettem a kilincsre a konyha nyílt onnan, rátettem a kezemet, abba a pillanatba ég indulás, földindulás, olyan bombázás indult meg, ami ha én kimaradok, ott kint egy tyúk nem maradt meg. Semmi. És hát ez egy isteni gondviselés volt, hogy ő rám akkor már nem bírt elviselni, hogy gyere utánam, és ugye ott, ahol ő üldögélt a kisbabával, onnan nyílt egy spejsz, és a spejszból egy pince, és a szomszédok oda rohantak át, hogy az egy vasbetonos pince, az egy biztonságos, és rohantak át. Senki nem törődött vele, hogy egy kislány bambán nézeget kifelé, és nézi, hogy omlanak össze a kaszárnya, meg a többi ház. Egy néni, aki hálás volt az édesanyámnak, az így megfogott és elkapott, mert akkor már senki más felnőtt nem volt a közelbe. És akkor lerepültünk, mert akkor már akkora légnyomás volt, hogy lerepültünk a pincébe, és azt tudom jól, hogy a hátamra estem az utolsó lépcsőkön, és elájultam. Nem tudtam, hogy hol vagyok, és akkor ilyen picike, krumplik, hagymák, meg a jó Isten tudja, mi volt még, talán alma, de ilyen kicsi. Gurult a fejemhez. És ez azóta is örökké foglalkoztatott, hogy miért ezek a kicsik, hát volt ott nagy is, nem az esett a fejemre, hanem ezek a kicsik ébresztettek. És egy hang azt mondta, hogy mentsd meg a testvéred, mert meghal. És kiderült, hogy a kis testvéremre, ugye ahogy az édesanyám ráesett, arra meg ráesett egy halom ember, egy ilyen gúla volt. Az a pici, az tényleg megfulladt volna ott alul. Úgyhogy én mindenen keresztül recsegett, ropogott, nem féltem, átmásztam, és a két kis kezét ott megtaláltam. És akkor kihúztam. Rengeteg halott volt, rengeteg. Amikor följöttünk a pincéből, akkor az a döbbenet fogadott, ugye kislány voltam, hogy egy kéz, egy kar, egy fej, a lábak, a szétdarabolt emberi testek, hát csupa fiatal katona, akiket behívtak, azok kirohantak a kaszárnyából, és ott még az udvarunkba beértek, mármint a kertünkbe, és ott szaggatta szét a bomba őket. Kiderült, hogy aki legalul volt, az édesanyámba ment be egy cilánk a pince ablakon, és hasította itt szegénynek ketté a mellkasát. Hát eltemetni se tudták normálisan édesanyámat nappal, mert akkor is lőtték a temetőt. Éjszaka temették el, úgyhogy egy ismerős ökrösszekéren kivitte, és ketten eltemették. Hát apám össze volt omolva teljesen. Eljöttünk, édesapámat fölhelyezték Budapestre, akkor ő azt kérte, hogy minél messzebb kerüljön Körmendtől, és akkor apa megnősült. Az volt az igazság, mert azt mondta, hogy ő így nem bír dolgozni, hogy a gyerekekre vigyázzon. Gyerekekre meg vigyázni kell, meg főzni nekik, meg mosni rájuk. És egy régi ismerős hölgy, aki a családban is ismert volt, hát az elvette feleségül, és akkor hát együtt kaptunk valami, hát örökség volt, vagy mi, én nem tudnám megmondani, de egy kis lakást tudtunk szerezni a Tököli úton.
én bennem volt ez a, egyrészt a kreativitás, ezt mindenből valamit csináltam, és a szépség szeretetem, meg a zene, meg a rajz, ez volt a, az elképzelésem, hogy divattervező leszek. És akkor mondták, hogy akkor a művészeti szakközépiskolát kell megpályáznom. Hát akkor színkitűnővel érettségiztem, vagy végeztem az általános iskolába, ezért nem is volt probléma, egyből fölvettek oda. A művészeti gimnázium volt az egyik nagyon boldog helyem. Nagyon jó, jól éreztem magam, és jó közösség volt. Hát aztán, mikor már oda jutottam, hogy tovább tanulni, akkor derült ki, hogy hát ez nem lesz egyszerű, ezért nekem kell megdolgozni, mert az édesapám keresete arra se elég, hogy kijöjjünk rendesen. A mama nem dolgozott, és voltunk négyen. A postánál volt szintén egy dekorációs üzem, és ott kellett festeni ilyen reklámtáblákat. Hát azt nagyon szívesen festettem. Minden fizetésből bizonyos kis filléreket félre raktam, hogy majd csak összeáll annyi, hogy én tudok tanulni. Jártam rajzszakkörbe, hogy ki ne essek semmiből. Mikor felvételiztem az iparművészeti főiskolára, hát nagyon meg voltak elégedve az otthoni rajzaimmal, de rám kérdeztek, hogy miért nem jött előbb? Miért most? És mondtam, hogy mert még nem volt annyi pénzem, hogy ide jöjjek. Hogy nem volt annyi pénze. Hát, és akkor meg kellett magyaráznom, hogy dolgoztam azért, hogy halálos csönd lett a bizottságban, és egyik tanárnő megkérdezte, ez azt jelenti, hogy magának van takarékba pénze? Hát ez azt. Annyira meg voltak rökönyödve, mert ilyen hallgatójuk még nem volt, hogy van egy lány, aki képes volt 3 évig dolgozni azért, hogy tanulni tudjon. 62-ben volt ez, igen. Mi ott kellett tanuljunk szövést, hurkolást, tehát ilyen kötött holmikat, hogy kell készíteni, szövött anyagot, hogy kell készíteni, és magát a kárpitot, a szövést. Na de abba beleszerettem, mikor odaértünk. Hát minden érdekes volt, de az volt a csúcs. Mert nagyon sok változat lehetőség volt benne, és gondolatokat ki lehetett fejezni. Ugye előtte ott tanított a Ferenczi Noémi. Már akkor nem élt szegényként. És azt mondták nekem, hogy tele volt ilyen apró, nem ekkora, hanem ilyen kis csíkfiókkal egy fal, amelyikben ezek az összetekert árnyalatok benne voltak, de mind más. És akkor tudtuk meg, hogy nem csak ezek az egyszerű kenderből szőtt dolgok léteznek, hanem lehet ilyet is csinálni, hogy szálakat összefogni, és akkor pirosból egy narancsszínű lesz például, ha mellé veszek egy sárgát. Néha zöldet is lehetett, és nem jött ki a zöld. Hú, milyen lehetőség van ebben, nem véletlenül csinálta ezt a Noémi. És akkor az volt a feladatom, hogy bontsam szét az összeset színeire. Tehát te látod, ebben mi van együtt, akkor én azt szedjem széjjel. Hú, micsoda lelketlen dolog ez, kár szétszedni. És kiderült, hogy 1 év múlva, vagy 2 év múlva Péreli Zsuzsa is oda került, és őnek is ezt a feladatot adták, hogy bontsa tovább. Mert ugye mi, én linkeskedtem, mert nem bontottam szét teljesen, mert sajnáltam. És ő ugyanígy volt. És később, pár év múlva egy kiállításon döbbenten láttuk, hogy én is, ő is ezt az
élményt örökítettük meg egy kárpiton. Nekem van egy ilyen, hogy tisztelet Ferenci Noéminek, és ez csupa ilyen színes csíkokból van összerakva, és neki is egy ilyen volt. Nem ilyen, hanem más kompozíció, más gondolat, de a csíkok, a színes csíkok neki is szerepeltek. És akkor megkérdeztem, hogy van-e összefüggés a főiskolai élmény. Azt mondta, hogy igen. Nagyon sok mindenre adott nekem választ, meg segítséget. Az, hogy együtt élek, tehát a születésem pillanatában már bebugyolálnak egy textilbe, és a halálom pillanatában is rám húznak egy feketét, akkor a mennyasszony az fehérbe, a fiatal nő másképp öltözik, mint az idős, vagy a közelébe lévő anyagokkal, ahogy dolgozik. Tehát én szerintem nincs olyan életszakaszunk, amiben a textillel ne volna dolgunk. Úgyhogy én azért éreztem állandóan közel magamhoz, inkább így mondom, nem azt, hogy fontosnak, hanem közel magamhoz ezt az anyagot, mert mindenféle formában velünk van. Én ide jártam ebbe az épületbe, ez az érdekes, kislánykoromtól ilyen bibliaórákra. Férjemet itt ismertem meg, ő még akkor teológus hallgató volt. Nagyon szimpatizáltunk egymással, de arról szó sem lehetett, hogy a főiskola kezdése meg felvételi előtt mi összeházasodjunk, mert akkor engem föl nem vesznek. Egy ilyen háttérrel, hogy lelkész a... Úgyhogy hát aztán akkor diplomázott ő is, lelkész lett, segédlelkész, ráadásul itt, helybe, és akkor már engem fölvettek, akkor elhatároztuk, hogy rá egy hétre összeházasodunk. Nem volt belőle bajom. Maga, aki a tudományos szocializmus tanította a főiskolán, hogy az, hogy drukkolt a férjemnek? Ő már bekerült a második fordulóba a Shakespeare és az Erzsébetkori drámairodalom, amit meghirdetett a televízió, és abban ő azt mondta, hogy tehát ha nem mehetek sehova, akkor majd megyek Angliába. Mindent elkövettek az utolsó döntőbe, hogy lepontozzák már annyira, hogy a telefont egy végtébe vette föl a portás a tévénél. Annyi tiltakozás volt, hogy a papot elnyomják. Nagyon okos volt, és jól ment neki. Hát olyan tanárai voltak a teológián is, meg a magyar irodalom szakon is, hogy tényleg kiváló jó feleleteket adott. A végén pedig nem tudott senki az utolsó három kérdésre felelni, arra ő válaszolt helyettük is, úgyhogy akkor már nem lehetett azt mondani, hogy... És akkor elment Angliába. És akkor megnyerte az angol utat. Az utcán nem tudtunk úgy végigmenni, hogy ne szólítson meg egy ember. Jó napot kívánok, nem maga a tévés pap. Az, hogy ő utána ösztöndíjat kapott külföldre, az ennek volt köszönhető, mert az egyházat és a püspökét, meg mindenkit nagyon megdicsértek, hogy ilyen kiváló hallgatói, meg növendékei, meg lelkészei vannak. 67-ben őt meghívták, mivel hogy ilyen tanulmányokat írtak ketten, aztán ő csak egyedül, ilyen nemzetközi teológiai tanulmányokat, és akkor őrá gondoltak, hogy minden országból szereztek volna fiatal teológusokat, akik körülbelül ezzel a témával foglalkoznak, és akkor azok lesznek a jövő emberei, tehát ők segítik kibontakozni ezt a dolgot, és akkor meghívták. Én is vele mentem meg, hát akkor a pici babánk. Az első gyermek 66-ban született. Nekem nagyon, nagyon sokat számított, hogy egy olyan világba kerültem, ahol a szabadság szó szerint érvényesült. Ahol a férjem dolgozott, ott svájci alig volt. Mert mind ilyen nemzetközi
munkaerőből állt a Luteránus Világszövetség, ahol ő dolgozott. Az egyházak közötti ökumenikus kapcsolatot építették állandóan, úgyhogy ő sokat utazott, sokat volt a megyed. És ott dolgozott? Dolgoztam, igen. Ott is dolgoztam, de ott már a szövéssel. Na most se ez, se a nagyszövőszékemet vinni nem lehetett, hanem volt egy közepes, azt kivitette a férjem, és akkor avval én ott kint dolgoztam. És ott milyen művek születtek? Hát még nagyon kezdetlegesek, bevallom. Tanulságnak jó volt, és akkor mit tudom, én megfogadtam, hogy ezt így nem, hanem másként. Mondjuk az, hogy tanulmányok voltak, ugye? Tanulmányok voltak, igen. Tehát 1970-ben hazatértek. Nagyon vágytam már haza. Mindenki így van vele, aki a nemzetéhez kötődik azért. A saját hazám az annyira a közelembe volt, annyira szívem mellett, hogy soha nem hagytam volna el. Tehát az nekem ismeretlen fogalom volt, hogy én diszidáljak. Amit tetszik látni ott fönt a legfelső polcomon, azok mind ilyen keretre kifeszített sejemképek. Ezeket fújtam szájból kijövő kis üvegpumpával, mert abban az időben más nem volt. Hatalmas keretem volt, amire rá lehetett feszíteni gumival a sejmet. Csak az volt a gondom, hogy ugye még kicsik voltak a gyerekek, főleg a Gergő. És az három kerekű biciklivel hajtott alatta át, ami némileg zavarta a képet. És akkor kitaláltam, hogy dolgozzanak ők is. És ilyen nagy csomagoló papírokat terítettem le, és nagyon szép filctollakat, meg zsírkrétát adtam, tehát nem akármilyet, hanem amelyiknek színe van. Hú, ezt eltaláltam. Olyan boldogok voltak, egész nap hasaltak ott a földön, és rajzoltak. Csak az volt a bajom, hogy közben kiderült, hogy tönkretette a vérképemet. Ez a fújás, tehát a maga a festék, mert hát ilyen finom por formájába, ahogy fújtam, ez nem tett jót. Úgyhogy az orvosok lebeszéltek, hogy ezt tovább csináljam. Sejemfestés közben én elég sok színházi munkát kaptam, ami anyagilag engem úgy egyenesbe tartott. Na, én akkor nagyon sok jelmezt csináltam. Mindig volt egy olyan feladat, amit meg kellett oldani. Ők csak azt mondták, hogy ilyen vagy olyan hatású legyen, és akkor nekem kellett kitalálni. A Kékszakállú Hercegvárában nagyon szép női ruhát kellett csinálnom, egy ujja 10 méteres volt. És azt még be is plisszérozták. Nagyon fontos volt, hogy a színek hogy néznek ki. Azon lehetett változtatni, hogy mit tudom én, alul sötét, akkor fölfelé világosodik, vagy fordítva. Hát ezekkel nagyon sok lehetőség volt. Én elszántam magamat, hogy én ezt a goblen művészetet fogom csinálni. És akkor már megvolt a szövőszékem, az a nagy, volt felvető szálam, és elkezdtem a felvetését a szövőszéknek. Úgyhogy az első két munkám, ami nagyon hívogató volt, az a babatakaró volt, ami egy csipketakaró, amit édesanyám horgolt nekem, de hát persze nem az, csak arról vettem a mintát, és mögötte az én kis gyerekfejem, és az a boldog korszak. Aztán jött a katonatakaró, ez a kettő elfért, tehát akkora volt a szövőszékem, hogy a két munka egymás mellett. Velünk élt ez a takaró. Valahogy oda került, mikor menekültünk. Utána abszolút természetesnek találtam, hogy ez, ami izgat engem, ezt meg kell szőni. És akkor készült el. Az, hogy én ezt a katonatakarót, ami az életemet meghatározta,
az az első tragédia kiskoromban, az arra emlékeztetett, hogy ne felejtsétek el, fiatalok, ti se. A háború az nem visz sehova, az kegyetlen. Hát a 45 van, és az édesanyám monogramja mellette. Ezt nem lehetett egy szép, elegáns keretbe rakni, az nem illett hozzá. Gondolatilag nem illett hozzá. Tehát lehagytam, és azután eszembe jutott többször is, mikor szőttem, hogy nem kellenek ezek a keretek, van ahova kell. Van, ahol meg csak a keret kell, és a közepén alig van valami. Tehát lehet játszadozni vele. De én nekem szinte nincs egy munkám se, amelyik keretet szőttem volna neki. Magát a tárgyat emeltem mindig ki, és a tárgy, ahogy mozog, ahogy működik, úgy ábrázoltam. Megtalálta azt a, ezáltal igen. Műáltal a hangját? Vagy? Igen. Igen, pont így van. Nagyon erősen hatott rám a textil mozgása. A rajzaim nagy része, a megszőtt munkák egy része a textil mozgására épül szinte. Mert kiderült, hogy a textil az annyi mindent kifejez, attól függ, hogy hogy mozog, és milyen anyag. Annyira foglalkoztatott, hogy elég sok munkám készült ilyen mozgó textilekből. Nagyon sok mindent ki lehetett fejezni a textil mozgásával. Hajlik, mozog, gyűrődik. Hát van egy olyan munkám is, ugye, hogy a gyűrődés. És hát az is olyan, hogy élményhez kötődik. De mégis a textilt használtam föl, mert akkor abba éltem szinte, hogy egy barátnőm, aki végre családot tudott alapítani, kint élt Bécsbe, és ott kiderült, hogy rákos beteg lett, megszületett a kisfia, és ő neki meg el kellett menni. És minden áldott nap, amikor kezelést kapott, mivel nem éltek már szülei, nekem írt, hogy mit él át, mit érez. Jaj, mondom, még egy ilyen levél, és én is belepusztulok. Nagyon nehéz volt ezt olvasni, ezt a fajta. Tépem a függönyt, írja. Úgyhogy nem tudtam szabadulni a gyűréstől, hogy a fájdalomba, elmegyek a fogorvoshoz például, akkor ugye belegyűrök a szoknyámba. És nagyon sok ember a zsebkendőjét gyűri össze a fájdalomtól. És hát ez a szegény is így ment el, hogy gyűrt, tépet, és nem tudtam kihagyni a textilt. Tehát van egy szép nagy textil, amiben a távolról, meg a háttérbe különböző női szépségek, vagy szív, lepke, száj, különböző jelképek vannak szőve, és a közepébe pedig így valaki belegyűr. Rá kellett jönnöm, hogy pici pólyás korunktól kezdve egészen a halálunkig a textil vesz körül, az az egyetlen, ami körül vesz, és nagyon sok mindenre utal. Aztán később
hogy külföldön voltam. Nagyon sok embernek az életével találkoztam. 80-tól? Hát akkor megint kint voltunk külföldön. Nagyon sok magyar utazott át. A 90%-ának valami baja volt. Vagy orvosságra volt szüksége, vagy orvosra. Úgyhogy a férjem máset csinált, mint orvosokhoz, meg pénzszerzéshez. Próbálta juttatni a magyar ismerősöket, meg kollégákat. Nagyon sok erdélyit segítettünk, nagyon sokat. És volt olyan fiatal ember, akinek kották kellettek volna meg könyvek, amit nem kapott meg Romániába. Magyarországon meg nem volt annyi pénze, hogy megvegye. És akkor a férjem szerzett rá keretet, és hát ezt a fiatal embert, ezt sokat segítette. Na most voltunk Bázelba, ott volt egy nagy konferencia, ahol akkoriban még a Ceausescu féle falurombolás vége fele voltunk, de azt nem tudtuk, hogy ő neki hamarosan vége lesz, de az biztos, hogy teljesen ki volt mindenki bukva attól, hogy ez tönkreteszi ezeket a szép falvakat, templomokat lebontotta. És akkor írtak egy tiltakozó levelet, ott két magyar lelkész, ő volt az egyik, és azt le is adták ott a központba, ahol ez az egész konferencia volt. Hát mondanom se kell, hogy este sétálunk az utcán Bázelba, és ez a fiatal ember, akinek szereztük a kottákat, ez állt egy kapu mélyedésbe, sötétbe, és azt mondta, hogy püspök úr, tessék megállni, már akkor püspök volt, tessék megállni egy pillanatra. És akkor ott megálltunk az ajtó előtt, de azt mondja, ne nézzenek rám. És akkor mondta, hogy többet ne jöjjön Erdélybe, mert elüti egy autó. Fönt van a listán. Nagyon nehéz volt, meg kell mondjam néha, mert nem mindenki értette, hogy mi honnan jöttünk, miért jöttünk, kik vagyunk. Volt egy nagy nemzetközi szervezet, ahol félig magyar származású volt az elnök. És az hallotta, hogy én szövök. És eljött látogatóba hozzánk. És mikor meglátta az egyik munkámat, az a, amelyik egy zacskó, amiben egy halacska próbál létezni, és egy kis víz van csak benne. Tehát meg nem fullad. A relatív szabadság, igen. Azt kérték el, és az kint van az intézetnek a falán. Egy csomó fontos mű ott született. Hát igen, az ablakok például, az is ott született. És ez a vándorturizmus? Összetalálkoztam olyan emberekkel, akik tényleg egy tarisznyával vándoroltak ki. Ennyi ember menekült el Magyarországról, sokan. És szegényen, mert ez a szatyor üres, lehet látni, hogy csak úgy lóg. Kár, hogy ennyien elmentek. Ez eszembe jut mindig. Van még a Szabadság című munkám. Találkoztam egy házaspárral, és mondták, hogy 56. október végén, amikor esett az eső egyfolytában, fújt a szél, hideg volt, csak úgy vidékről, egy vidéki házból, egy kabátba, egy kis szatyorral és egy aktatáskával a férfi a nyakába indultak neki a bécsi országútnak. És még szerencséjük volt, mert simán minden ellenállás nélkül átjutottak. De azt úgy elképzeltem, hogy milyen rendkívüli nehézségbe került ez a lépés, mivel hogy az öreg szülőket itthon hagyták. Ugye itthon kellett hagyni, már azokat nem tudták magukkal vinni, de avval vigasztalták őket, hogy majd segítik és mindent elkövetnek. Sokat foglalkoztatott ez a
elmenetel, esőbe, szélbe. Egyszer kellett egy ilyen vízszintes, csikos hatás mellett az esőnek a keresztbe verését is ábrázolni, tehát amíg egy eső csepp sikerült, addig hosszú idő eltelt. Nekem az úgy kell, hogy legyen, hogy látszódjon, hogy itt zuhog az eső. Sokszor volt, hogy az én apámék generációja csomót kötött a zsebkendőjére, hogy el ne felejtsen valamit. És azért csináltam ezt, meg kicsibe kis sejem, ekkora sejem. És a csomón egy nemzeti szallag van, hogy ne felejtsük, hogy hova tartozunk. Ebből egy példányt a Sólyom László is elkért tőlem, a volt elnökünk. Valahol látta kiállításon, és azt mondta, hogy ez neki nagyon kellene. Az a plakát, ez is külföldön volt egy magyar kiállítás, és akkor azt mondták, ez az egy munka van, amelyik kifejezi a magyarságot a ködmön. És abból csináltak plakátot, az indiaiak megvan. Én nagyon hazaszerető voltam mindig, és nagyon fontosnak éreztem, hogy a munkáimba is valahol átüssön az, hogy én ehhez a földhöz tartozom. Van egy olyan munkám, az is triptihon, három részes, de egy ködmön van kiterítve. Ködmönnek a belseje. Hát úgy elképzeltem, hogy egy táj van ott, ugye az emberek mennek a fény felé, mert oda mennek, és a többi az pedig a tájból bizonyos része, vagy a fa teteje, vagy a törzse, vagy a... Szóval úgy szépen el van osztva, mintha egy ruhafolt. Az emberek tárgyai túlélik az embert, sokkal tovább bírják és sokkal jobban emlékeztetnek arra, akié volt. Sokan vagyunk így, hogy ott marad olyan tárgyunk, ami hozzánk közel állt, és használtuk, és akkor mondjuk a szüleinknek a... És akkor úgy gondoltam, hogy ez egy alkalom, hogy az édesapámat meg az ő cselekedeteit így megörökítsem, tehát, hogy mennek együtt, megy az unokájával, és azt is, hogy ők már elhalványodnak, de az esernyő az élénken ott marad. Itt vagyok lefényképezve, létrán állva, amint rajzolom magát a nagy munkát, mert hát ugye ez ilyen nagy méretű az anyaság. Benne éltem az anyaságba, és hát nagyon fontosnak éreztem, és hát azt a gondolatot is, hogy ugye együtt vannak egy darabig, aztán egyszer csak ez a kis ruci ezzel billenik, és előre látható, hogy le fog esni onnan az anyu hasáról. Minden nőben benne van a vágyakozás, a várakozás a gyerek után, de benne van a nehézség is, és mondjuk azt, hogy feszítettség, és ugyanakkor a nagy szeretet, hogy együtt vannak, szeretet, a vágy, ahogy kitárom a karomat, gyere ide, hányszor mondja az ember, kijön az én házamba. Tehát az ember nagyon boldog, mikor megtudja, hogy jön a kis élet, de aztán később egyre nehezebb lesz. És a baba el fog szállni, felnőtt lesz és elszáll otthonról. Ferenci Noémi. Az ő fonalaival tanultunk szőni, igazán szőni. Ő már sajnos akkor nem élt, tehát nem taníthatott tovább a főiskolán, de ezt az emléket ott hagyta,
És úgy szőttem meg ezt a Noémit, hogy a csikokba beleszőttem őt magát. Úgy van ábrázolva, ami hát újdonság talán a munkák között. Egy darabig benne van még az arca egy része is a fonalakba, de utána tisztán az arc második fele megszőve, és a haja, a haját nem szőttem, hanem hagytam lógva a fonalakat. Ha én őszinte vagyok és igazat akarok mondani, akkor azt vagy megértik, vagy nem, és akkor ez az én bajom, ha nem értik meg. De még eddig, hál' Istennek, sikeres volt az életem, tényleg annyi kitüntetést kaptam, hogy nem is tudja az ember már, hogy mennyit. És mindig elképedek, hogy még onnan is jön, meg innen is jön. Valószínűleg éppen azért, mert megértették. Nagyon jól esik egy kitüntetés, hadd mondjam, jól esik. De én nem arra pályázom, és nem is arra pályáztam soha. Férjem kemény munkát végzett, mikor lelkész volt is, de mikor püspök lett, akkor szerezte vissza az iskolákat, a volt egyházi intézményeket. Nagyon nagy küzdelem volt. Rengetegen voltak ellene, a rádió tele volt pocskondiázással, sértegetéssel, hogy milyen ember az, aki ezt így akarja, nem ő magának akarta. Mi nekünk volt egy olyan erős kapcsolatunk, amiben ha ő neki volt nagyobb terhe, akkor én ott voltam a tövébe, és én ugyanúgy élveztem a segítségét, vagy úgy, mint most ahogy... Most is így van. Igen. 55 év után. Én nekem ugye a fény a teremtőmnek a jelképe. Majdnem minden munkámban ott van a fény. Itt a templomban a oltárkép. Hát az is a fényről szólt. Ott Krisztus a fény. Egy kereszt van, de az is ilyen, mintha a textilt ugye meghúznák fölül, úgy is van megszőve, és ahogy reped, az egy keresztet ad ki, egy fénykeresztet. Ez amikor Krisztus meghal, akkor a templomba lévő kárpit meghasad, és ez a hasadás, ez a fény, mert ő, az ő áldozata az, ami segítségünkre volt. Úgy van, hogy megkérnek, hogy vállalnám-e az oltárképet. Akkor lemegyek megnézni a terepet, és amikor terveket viszek le, papírterveket, végig gondolom, hogy melyikről mit lehet beszélgetni a gyülekezet szoros kis tagjaival, akkor ők választanak. A 2000 éves centenáriumra. Azt hiszem, ketten-hárman ültünk először együtt, és
beszélgettünk arról, hogy hát ugye erre az ünnepi sorozatra valamit csinálni kellene, de mit? És akkor kiderült, hogy jobb lenne a himnusz, a nagy mondani valójú hívvers, a himnusz. Én legalább 5 tervet csináltam, és aztán az utolsóba aztán megegyeztem, hogy az lesz oltárban az előtérbe, amelyik le van terítve a haza térképével. De mivel nagyon nehéz volt a sorsunk, az ég az az oltárterítő, tehát tüzes, forró, valósággal forró. És benne futnak ugye a folyók, meg a különböző fontos helyek, és körülötte meg a háttérben, meg a sok ember, de a sok ember, akik mennek köré, azok mind más felé néznek. Egyiknek erre van az árnyéka, a másiknak arra van az árnyéka. Vagyis az a nap, amiben néztek, az mindenkinek más volt. Hát ezt mindenki értette, hogy különböző vetett árnyékuk van, mindenki napot keres magának. És az egyetlen a felső, a diadalkapu előtt térdel egy ember, amelyik reménykedik abba, hogy előbb-utóbb nekünk ez a széthúzás, hogy én erre nézek, te arra nézel, ez meg fog változni. Ma nagyon aktuális. De most a tisztelet Magyarországnak az egy szőlőstáj, és háta mögött a kis házak, tudod, ezek a kis szőlőművelőknek a fehér kis házacskái. Ez a munka, a lényege az, hogy tisztelegjünk Magyarország előtt, ez gyönyörű kis ország, kicsi, de gyönyörű. Mikor leül az ember, izgatja, hogy vajon meg tudja-e oldani azt, amit kitalált, amit fölépített. Addig csinálja, amíg jól esik. Ha nem esik jól, akkor abba szoktam hagyni. És akkor másnap lehet folytatni. Közben tanulja meg az ember, hogy mit tehet meg, és mit nem tehet meg, és ez okozhat kimondottan örömöt, és hát bosszúságot is. Ha nem sikerül. Ez egy elég fegyelmezett dolog, nem? Fegyelmezett, bizony nagyon. Az alapállás az, hogy én szövésre adtam magam, és kárpitokkal foglalkozom, csak arra kell vigyáznom, hogy ne felejtsem el, hogy ez az én feladatom, tehát amit csinálok, az gondolatot vigyen. Tehát gondolat nélkül nincs értelme. Hát egy olyan munka ez, hogy évekig néha dolgozik az ember rajta, hogy valami elkészüljön. Ha nincs benne mondani való gondolat, akkor nincs értelme megcsinálni. Ha én hiszek abba, hogy a Teremtő engem erre az útra szánt, és ennek én örülök, hogy hagynak, hogy élhetek vele, akkor azt gondolom, hogy én mindent megkaptam, megkaptam a családomat. Nem akarok különösebbet mást. Az a szabadságom, hogy azt tehetek, amit szeretnék. És ez már önmagába véve is egy óriási ajándék a Teremtő Istentől, mert lehetett volna olyan, hogy nem kapom meg azt a lehetőséget, amivel én kibontakozhatok, vagyis elmondhatom, amit megéltem ebbe a világba.